A járda út burkolatának javítását végzik az Akácfa utcában. Városunk kertvárosi részében is elkezdődtek az utak javítási munkálatai. A környéken lakók már régóta szerették volna, ha a járda szakasz új burkolatot kap, hiszen a régi már szinte járhatatlan volt. Nagyon örülünk neki, évek óta várunk már rá, megmondom őszintén, megkerestük a képviselő urat, és hála jó Istennek most már sikerül. Balesetveszélyes és nagyon nagy a forgalom. Ugye a Békeváros részből itt mennek át a völgyön, és bizony 50 éve, amióta itt lakunk, semmi nem történt a járdánkkal. Úgyhogy most nagyon-nagyon örülünk neki, hogy végre elkészül. Stankovics László a körzet képviselője szerint is már ráfért a javítás a járda szakaszra, az elmúlt években ugyanis balesetveszélyessé vált. Azért aktuális ez a járda szakasz felújítása, mert a városüzemeltetési időszak szerint ez volt a legveszélyesebb járdaszakasz, amely összeköti a város és a Békeváros részt. Hisz ha ennek a járdaszakasz készül lesz, ez része lesz a Kádár-völgyi átjárónak. Itt nagyon sokan járnak át a Békeváros részből, nagyon sokan mennek gyalog, babakocsival, illetve gyalogos részcsomagokkal is. A képviselő elmondta, a járdák felújítása és az állagmegóvási munkák a jövőben is folytatódnak majd a körzetben.